Szeretettel és tisztelettel köszöntöm kedves nézőinket, Hír Érték című műsorunkat látják, és ezúttal is megfelelni kívánunk mind a hír és mind az érték minőségének. Ebben óriási egyéniség a segítőm, és már is tisztelettel köszöntöm Siklósi Beatrix főszerkesztő asszony csatorna igazgatója, a média szolgáltató támogató és vagyonkezelő alap részéről. Az apropó, amiért én meghívtam önt, egy egészen különleges három részből álló csodafilm, ami bennünket, Európát és talán bennünket, magyarokat külön felébreszt arra, hogy nézzünk körül a vakvilágban, nézzünk körül ne vakon a vakvilág felé, hanem nyissunk kölcsönösen, és ne hunjunk be szemünket se Európa, se a világ, se egyéni ember, hogy mi is történik az arab körzetekben. Gyönyörű filmet készítettek önök, ez a három részes film az Övék a mennyek országa című produkció, de én elnézést kérek ezért a kifejezésért, mert ez egy kultúra, egy nép és a történelem bemutatása. Ön, aki nagyon hamar kapcsolatba került a médiával, tanítóként, tanárként is, gyakorlatilag a 80-as évek elejétől, 1981-től a rádió, a televízió jeles műsorainak szerkesztő vezetője, és mindig új programoknak is a bemutatója, de mindig a szociális érzékenység jelentette ezt. Tehát ne is beszéljek a gyorsegéről, ami aztán igazán egy karitatív műsor volt, és emlékezetes. Most mégis erről a nagyon-nagyon szembesítő filmről szeretnék beszélni önnel. Egyáltalán, és kérem, hogy ön mutassa be nem csak a stábtagokat, hanem hogy ki mindenki által sikerült kimenni, és együtt voltak. Mindjárt azonnal Szíria, hátulról kezdem, Irak, Irán, Jordánia, Egyiptom, bemutatni a kereszténység ottani életét, egész eljutva a kopt keresztényekig. Kereszténység, genocidium, üldözött keresztényekről van szó. Parancsoljon. Mindenesetre köszönöm szépen a lehetőséget, mert ahová hívnak ebben a témával, én oda mindig nagyon szívesen megyek, mert ügyként kezelem az üldözött keresztények ügyét. Most, amikor azt gondoljuk, hogy olyan nagyon megnyílt számunkra a világ, és bárhová utazhatunk, bármit láthatunk, bárhova eljuthatunk, akkor ez egy nagyon paradox helyzet, mert ugyanakkor nagyon keveset tudunk a világról. Például nagyon kevesen tudják azt, hogy a 21. század legüldözöttebb vallásának számít ma a keresztény vallás. Azok az emberek, akik a kereszténység bölcsőjében, a Ninivei fennsíkon élnek, Damaszkuszban, Szíriában, Egyiptomban, ezek az emberek nagyon-nagyon nehéz körülmények között élnek, és nem csak azért, mert háborús helyzetek sokaságában kell helytállniuk, hanem azért is, mert mint minden kisebbség elsősorban rajtuk csattan az ostor akkor, amikor valami nemzetközi konfliktusról vagy vallási konfliktusról van szó, és bizony fogynak, de azok az emberek, akik ott ezen a vidéken megmaradnak, és nem hajlandók onnan elmenni, azok az emberek példaképei lehetnek az Európában élő keresztények számára. A filmből, az egész előkészítő mentalitásból már kiderült, hogy itt arra kell fókuszálni, hogy ezek az emberek nem szétszéledni kívánnak a világban, hanem megmaradni a saját szülőföldjükön. És hogyha a kedves nézők most bepillantást nyernek néhány kép sorba, kockába, bekötözött karú kisfiú vágyódva szeretettel néz a világba, miután és miközben óriási fegyverropogás van, de ne felejtsük el, hogy a vallási háborúk egyik talaja pont az arab világ. De ez más-más minőséggel jelenik meg a legkülönbözőbb kultúrában. Az iszlámon belül is megvannak az ellentétek, nem lehet általában beszélni róla. De ami ebben külön egy kiváltság a keresztény vallást képviselőknek, hívőknek, az bizony maga ma ott a genocidium. Önök egy olyan szép, tartalmas, tragédiájában is tartalmas trilógiát adnak számunkra, és tényleg nyissa ki a szemét mindenki, ami nem csak megható, hanem tovább gondolkodtató. Azt hiszem, hogy ezt nem is lehet befejezni, ezt a munkát. Beszéljen a legelső forgatásról, amikor ugye Magyarország segít, iskola építésről van szó, és váratlanul érte önöket is ez a lehetőség, de én azt hiszem, hogy nem lehetőséget láttak benne, hanem ön meg pláne legbelülről fakadó feladatot. Erről beszéljen.
Igen, szóval amikor az ember valamit megtervez, az is más, amikor valamire készül, és azt mondja, hogy ezt vagy azt mindenáron meg akarom csinálni, és megint más, amikor otthon ül, és egyszer csak megcsörren a telefonja, és Hölvényi György, európai parlamenti képviselő szól, és hív fel telefonon, hogy hát ő szeretne elvinni egy kis csapatot Irakba. Akkor még komoly harcok dúltak, még Mosul mindig még akkor a terroristák kezén volt, és azt mondta, hogy nagyon nagy szükség lenne az ott élő keresztény emberek számára az, hogy ne feledkezzenek el róluk, hogy oda menjenek, hogy beszéljenek velük, hogy érezzék az együttérzést, hogy érezzék azt, hogy állnak mellettük, és tudnak róluk. És mit szólnánk ahhoz, hogyha elmennénk oda? Hát ugye, amikor először a kollégáimnak elmondtam, vagy a főnökének, akkor rögtön mondták, hogy na hát oda nem feltétlenül kéne kimenni, mert ez egy nagyon veszélyes hely. De hogy mondjam, szóval amikor az embernek az életébe bejön egy ilyen történet, és ahogy mondtam, nem előre, mindenáron akarom, megyek, csinálom, hanem kapja ezt a lehetőséget, akkor én azon mindig elgondolkodom, hogy ezt azért kapom, mert akkor ezt meg kell csinálni. És akkor a magától értetődő volt az, hogy Marosi Géza operatőr kollégámmal összeültünk, és azt mondtuk, hogy akkor megyünk. És ugye ennek a kis csapatnak az állandó későbbi részeket készítése folyamán is állandó csapattagok voltak még, ugye Hölvényi György kívül Sajko Szabolcs jezsuita atya, és hát Böjte Csaba Ferenc egy szerzetes. És hát elindultunk Irakba, és valami döbbenetes volt látni nem csak azt a mérhetetlen pusztítást, ami körülvet minket, hanem azokat az embereket, akik ezek között, a körülmények között, ahogy te is említetted, ahogy ön is említette, nagyon nagy hűséggel, szeretettel és kitartással ott maradtak és maradnak, és már nem tudom, hanyadszor kell újra kezdeni az életüket, de mégis megteszik. Ez egy óriási kérdés, egy nagy kérdőjel a keresztény Európa számára, hogy lehet ilyen mély hittel élni? Léteznek még olyan emberek, akik ilyen mélyen hisznek? Úgyhogy így kezdődött Irakkal. És folytatódott magával a dokumentációval, hogy igenis léteznek. Nagyon erős ez a hit ezekben az emberekben, és megtalálják, megkeresik egyrészt egymásban, és ez gyönyörű, hogy egy adott belső közösség, ahol a széthúzásnak a jele nincs, ebben a közösségben csak az összetartás. Hát kedves nőzénk, sok mindent tanulhatunk tőlük. Viszont ön egy olyan szituációba került rögtön, ahogy leszálltak ugye a repülőről, hát ott nincs béke, ott valóban csak a puska ropogás van, és tankok hátán, és nagyon kemény fegyverek zaja, nincs igazából létbiztonság, és mégis megtalálták az utat emberekhez, sorsokhoz, amiből kedves nézőink az ön hozzájárulásával látnak majd képsorokat, mert ez maga a tanulás. Ez maga, azt hiszem, az önbecsüléshez vezető út, hogy becsüljük meg, ami van, és vigyázzunk arra hitre, amivel Európa világ életében tudott élni, és ez a kereszténység. Nálunk Magyarországon ennek is megvan a maga története, de hogy Szíriában hogyan, egyáltalán az arab vidéken, egy picikét, ahogy úgy érzi, hogy egyik filmnek a másika ad erősítést földrajzilag is, egy ilyen szép megélt szituációról beszéljen, hisz erről senki más nem tud úgy beszélni, még ha járt is Szíriában, vagy jártunk valahol, de ezekben a vidékekben, mint ön ezekben a konfliktusos helyzetekben. Ugye egyfelől mindig nagyon nagy döbbenettel hallja az ember azt, amikor szemtől szembe mesélnek neki tragédiákról, amikor arról hall, hogy egy családban az édesanyja és az édesapa egy bombatámadás következtében mind a három fiát elveszti, és ott maradnak ők ketten. Szörnyű azt hallani és látni, amikor elmész egy családhoz, és ott az édesapa, akinek a fél szeme megvakult, és a fél oldala lebénult, elmondja azt, hogy a felesége hogyan halt meg mellett, amikor éppen tankolni akartak, és egy rakétatámadás következtében az egész töltőállomás felrobbant, és ott maradt neki három gyerek, és ott ült ez a három gyönyörű gyerek ott a kanapén, és ezzel a, hogy mondjam, tehát nem ezzel a számon kérő stílussal. Ugye mi annyira hozzászoktunk ahhoz, hogy ha valami rögtön nekünk nem sikerül, vagy valami nem úgy alakul az életünkben, akkor mindig valakit hibáztatunk. Akkor mindig azt mondjuk, hogy na de, miért nem segítettek nekünk, nekem ez vagy az járna. Soha nem arra gondolunk, hogy van egy sorsunk, és azt a sorsunkat ugyan mi is alakítjuk, de hogyha történik abban tragédia, dráma, akkor sem mutogatunk másra, hanem megpróbáljuk magunkban feldolgozni belül, megpróbáljuk ezt
ezt a szörnyű élményt pozitívvá tenni valahogy. Ez valószínűleg nagyon nehéz, és Csaba testvér fogalmazott nagyon jól, amikor beszélgettünk, hogy amikor a televízión keresztül nézzünk ilyen tragikus dolgokat, akkor valahogy nem is tudjuk felfogni. Valóban, tehát az olyan megtörténhetetlennek gondoljuk, hogy velünk ilyen egyáltalán előfordulhat. Az ember ott van ezeknél az embereknél, és azt látja, hogy ezek az emberek tovább mennek, felállnak, senkire nem ráznak öklöt, hanem viszik tovább a sorsukat. És amit ön is említett itt, ugye az összetartozás, a nagyon-nagyon fontos a hit gyakorlásánál, a mindennap megélt nehézségeknél az, hogy van egy közösség, ami téged életben tart. Egy közösség, amely erőt ad ahhoz, hogy tovább tudj menni. És ugye ez a szekularizált Európa és ez a világ, amiben mi élünk, pontosan ezt vette el az emberektől. És a hit és az összetartozás az így együtt képes a drámákat is túléltetni az emberekkel, akik ezen keresztül mentek. Úgyhogy ez volt a legnagyobb élmény, hogy hogyan lehet megőrizni hűséggel a hitedet, amely ugyanakkor téged segít abban, hogy életben tudj maradni. Ez a gondolatsor azzal ötvöződik, mikor az ember nézi magát, a képsorokat. Csodálatos fiatal lányok, fiatal emberek fényképei. Az a gyakorlatilag múzeummá nemesített társadalmasult tér is, ahol a legutolsó öltözéküket is oda tették az elhunytak fényképe mellé vagy alá. Igen, ez Egyiptomban ez volt. Ez fantasztikus, igen. Mondom így, igen, mert láttam mind a három mozit, igen. Ez nem kifejezés, hogy hányszor, mert megdöbbent az, hogy milyen tanulságok, mennyire szembesítő tanulságok kerülnek az ember szem elé, hogy becsüljük meg, ami van, örvendjünk annak, ami van, ne veszítsük el a családot és a barátot, főleg nem utogassunk egymásra, mert nem megyünk előre, hanem fogjunk össze és segítsük, nagyon segítsük ezt a világot, hogy magára ébredjen. És ez pont egy ennyire naponta, pillanatra is kiszámíthatatlan háborús rendszerben ott van, és mit lát az ember? Ők adnak segítséget hitből nekünk, ha nektek nincs erre erőtök, akkor mi kimondatlanul is, de a tények útján adunk. Erről szól a film. Igen, és egy nagyon fontos dolgot engedjen meg, hogy elmondjak a nézőknek, ha már van rá lehetőségem, talán vannak közöttük is olyanok, akik segítettek, ugyanis mi magyarok segítettünk ezeknek az embereknek. Nem csak állami szinten támogatjuk őket úgy, hogy iskolát építünk, hogy megpróbáljuk az életüket újra felépíteni azzal, hogy az az adomány, amit küldünk nekik, abból újra tudják építeni a kis otthonaikat, hanem nagyon sokan egyénileg is támogatták őket egyházakon keresztül. Úgyhogy én szeretném mindenkinek megköszönni, aki nézi ezt a műsort és segített, vagy aki egy kicsit elgondolkodik azon, és mondjuk megfordul a fejében, hogy hát ha ő is segíteni ezeket az embereket, hogy erre van lehetőség, és nem is, tehát elsőleges szempont természetesen a pénz, hiszen amikor Szíriában voltunk, és a romos vidéken jártunk, és egyszer csak látjuk az egyik ablakban, hogy ott virágzanak a muskátlik, és ez az iszonyatos kontraszt, hogy ott vannak a romok, minden a földdel egyenlő, majd utána egy muskátlit látsz az ablakban, és akkor bemész ebbe a házba, és ott tudják, hogy kik a magyarok. És mondom, hát honnan tudják? Hát mert a magyarok segítettek nekünk abban, hogy ezt a lakást most mi így felépítsük. És hát akkor meg kell, hogy mondjam, az ember hátán futkározik a hideg, és büszke arra, hogy magyar, mert igenis a honfitársaink nagyon sokan segítettek már ezeknek az embereknek. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük, mert szeretnénk folytatni a velük való kapcsolatot, mind a szír, mind az iraki, a jordániai és egyéb keresztény menekültekkel, úgyhogy remélem, hogy folytatni tudjuk majd. Ezt a missziót, ha lehet így mondani, és nem nagyképű. Egyáltalán nem. Ha csak egy picit is bepillantanak a kedves nézőink abban az iskolában, amelyet egyrészt ugye sikerült felépíteni, és át is adni, ez az a bizonyos Erbilben magyar segítséggel felépült iskola, de hát amikor ez még terveződött, akkor is volt már egy ilyen nagyon lelki mozgás, hogy ezt nekünk látni kell, és az átadás maga is, hál' Isten,
Istennek megörökítődött, és pontosan az önök munkájuknak. Ahogy említette, hogy az utcák most egy másik terület, ugye maga ez a Teleszkóp városa, ahol egyszerűen ezt a várost kellett felépíteni, és legalább olyan rendszerbe hozni, hogy jó néhány lakást létrehozni, hogy ott az emberek újra éljenek, mert ők nem akarnak eljönni. És ez a szerénység, ez a visszafogottság, ami megint a keresztény gondolkodás és hitre jellemző, hogy nem hivalkodik, hanem megpróbál a javakkal élni. Mondom, ez a javak felület, ez annyira tartalmat nyert, hogy még mi kapunk belőle. Hogy én csak szeretném a nézőink figyelmét felhívni. Elérhető az interneten mind a három film. Feltétlen nézze meg, akinek lehetősége van, mert örök tanulság, és olyan szituációban élünk, ami nem befejezett valóság még, de a magyar segítség ott van. És nagyon szépen köszönöm Beatrix önöknek, hogy vállalják. Egyébként nem látszott, hogy ott most remegünk, meg baj van, olyan boldogan is, hogy tudnak képet adni nekünk, tudnak információt adni, hogy ott semmiféle félelem, tisztelettel, szeretettel a kedves nézőink és a világ ismerje meg ezeket a nagyon-nagyon-nagyon fontos embereket és helyszíneket. Amikor az iskolába akár a felnőttek, akár a gyerekek énekelnek valamit, mi az a nagyon szép áhítat? Miből fakadt az a csodálatos erő ismételten? Amikor megszólalnak, és most már dalba ötvözötten is elmondják, hogy mibe hiszünk. Igen, és a hála. Tehát ugye a keresztény ember számára az egy nagyon fontos dolog, hogy nem csak mindig kér, nem csak mindig azért imádkozik, hogy kapjon, hanem hálát ad azért, amilyen van. És amikor ott ez az iskolátadás is megtörtént, ezek az emberek, szülők, gyerekek, ők hálásak voltak azért, nem csak azért, hogy iskolájuk van újra, hanem azért, hogy egy távoli kis ország, amiről ők nem is hallottak soha, egy ilyen távoli kis országban az emberek gondoltak rájuk. El se tudjuk képzelni, milyen sokat számít az életben maradások szempontjából az, hogy vannak, akik gondolnak rájuk, együtt éreznek velük, oda mennek, és kíváncsiak arra, hogy mit, hogy hogyan élnek, hogy mi a gondjuk, mi a bajuk. Óriási erőt ad ez nekik. Több, mint erő. Én nem is tudom, hogy van-e fogalom, teszem magyar nyelv árnyalt. Tettekkel együtt. Az a közösségi összetartozás, és az a hit, hogy ők tudnak valamit felmutatni, amiért rá érdemben tudnak megfelelni, hogy oda irányuljon a segítség. De ez is olyan akarat, ami nem egy drasztikus akarat, itt vagyunk, segítsetek, hanem az a nagyon mélyről jövő hit, hogy emberek vagyunk a világon, próbáljunk minden ponton emberek maradni. Egy szó arról nem hangzott el a segítésben, amit a világgazdasági képviselői oly szeretettel mondanak. Profilgazdaság, tőke, gazdaság. Nem. Ott pénzre nem váltható legnagyobb erő jelent meg maga a hit. Azok a felvételek, amelyek a legszembesítőbbek, és ön is, amikor a bevezető gondolatokat elmondja, mi csak nézzük, ami ezután történik. Ezt nem lehet megmásítani. Ez pont az a mélypont, amikor megint ott van ez a bizonyos hit. El nem tudom mondani, amikor mosszúli harcokról, az újjakezdésről beszél, a fő áramlata, hogyan működik a világban, hogyan nézzük egyáltalán az iszlámnak a kezelését a világban. Mi is az, amit igazából ott meg kell mutatni erről, hitről, emberi életről, az életben maradásról. Valójában ugye nagyon-nagyon nehéz, de kell párhuzamot vonnunk. Tehát ugye ezeken a vidékeken a keresztény közösségek többségben éltek annó. És folyamatosan szorultak ki a saját szülőföldjükről. Most az ember nem akar erőszakos párhuzamot vonni, de csak kénytelen ebben gondolkodni, hogy bizony nagyon kell vigyáznunk a szülőföldünkre, nagyon kell vigyáznunk arra, amink van, mert az nem a miénk, hanem azt örököltük az elődeinktől. Azt örököltük a nagyszüleinktől, a dédszüleinktől, ükszüleinktől, és nekünk arra nagyon kell vigyázni. Nagyon nehéz, hiszen most, hogy ők, ahogy ott élnek, ugye
elsősorban a biztonság számukra fontos, és a munkahely, hogy tudjanak létezni. És itt jött be még pluszban az oktatás, és ezért volt fontos ez az iskola. De például ezt az iskolát ők nem csak a keresztény gyerekeknek adják, hanem minden egyéb vallású gyerek is jöhet oda. És nagyon fontos volt, amit Bashar Varda érsek úr mondott, hogy azok a gyerekek, akik itt együtt nőnek fel, együtt barátkoznak, szeretik egymást, egymáshoz eljárnak, azokban talán meg lesz az a lehetőség, hogy 10-15-20 év múlva nem fognak egymással szemben fegyvert fogni. És ez egy nagyon fontos üzenet. Nem tudom, hogy megvalósítható-e, mert az az igazság, én egy picit szkeptikus vagyok ilyen szempontból, de ha az ember tényleg hittel él, akkor mást nem választhat egy ilyen kérdésre, csak ez lehet a válasz, hogy meg kell próbálni. Mert a mi hitünk az nem arról szól, hogy öldöklünk, hogy lenyomjuk a másikat, hogy megfojtjuk a másikat, a mi hitünk arról szól, hogy megpróbáljuk őket felmutatva a mi értékeinket, megmutatni nekik, hogy így is lehet. Mondom, nagyon nehéz, mert a gyakorlat sokszor mást mutat, de ez a fajta küldetésük is ott a Közel-Keleten egy nagyon-nagyon komoly és erős küldetés. Gyönyörű volt látni azt a képsort is, ahol épp az érintett téma megjelenik, a abszolút iszlám gyerekek és a kopt keresztény gyerekek is együtt tudnak dalolni, énekelni, és maga a szellemi vezetőjük milyen szeretettel figyeli ezt a nagyon szép alakítható jövőképet is. Nem is tudom, hogy köszönjem meg önnek, főszerkesztő asszony, hogy elfogadta a meghívást, és örömmel tudott jöttem, időt. Nagyon szépen köszönöm. Tudott tényleg. Időt, tudom, hogy most megint bent van egy hihetetlen nagy műsor tervezésben, és nem állt le ez a folyamat. De azért szívből kívánom, hogy együtt is örvendjünk előre egy kicsit annak, hogy újra kell, hogy épüljön Homs, Hama, Damaszkusz, Aleppo, és egyáltalán, ahogy ön a legelső film indító gondolatát elmondta, a kereszténység bölcsőjének teritoriuma. Földrajzilag is vigyázzunk erre a vidékre, hitből is vigyázzunk és emberekre, mert csak általunk lehet kerek ez a világ. Egy nagyon szép búcsúzó gondolatot kérek öntől, felhívó gondolatot, talán összefoglalóan is, jövőképet is adódóan erről a nagyon szép Övék a mennyek országa trilógiáról. Nagyon nehéz így egy mondatban. Talán az, hogy nagyon fontos és nagyon lényeges a mi életünkben is az az üzenet, hogy hagyományok hit nélkül nem tudunk életben maradni. És ez nem csak a szavak szintjén van így, és ez nem csak egy szép gondolat, ez maga a kegyetlen, véres valóság. Tehát ha nem tartjuk meg ezt, ami a miénk, és amiből mi születtünk, és ami minket életben tart, akkor nem is maradunk életben. Ismételten köszönöm, hogy elfogadta a meghívást, és beavatott ilyen csodálatos, legbensőbb gondolatokkal is, amit látunk. És én tisztelettel kérem innen az Európai Unió vezetőit, bárki, aki bent van, gondoljon a saját tradíciójára is, ő se adja fel. Köszönöm, hogy velünk voltak, viszontlátásra. Szólhatok az emberek vagy az angyalok nyelvén, ha szeretet nincs bennem, csak zengő érc vagyok, vagy pengő cimbalom. Lehet profétáló tehetségem, ismerhetem az összes titkokat és mind a tudományokat, hitemmel elmozdíthatom a hegyeket. Ha szeretet nincs bennem, mit sem érek. Szétoszthatom mindenemet a nélkülözők közt, odaadhatom a testemet is égő áldozatul. Ha szeretet nincs bennem, mit sem használ nekem. A szeretet türelmes, a szeretet jóságos, a szeretet nem féltékeny, nem kérkedik, nem is kevés. Nem tapintatlan, nem keresi a maga javát, nem gerjed haragra, a rosszat nem rója fel. Nem örül a gonoszságnak, örömét az igazság győzelmében leli. Mindent eltűr, mindent elhisz, mindent remél, mindent elvisel.
s a szeretet nem szűnik meg soha. Most még csak töredékes a tudásom, akkor majd úgy ismerek mindent, ahogy most engem ismernek. Addig megmarad a hit, a remény és a szeretet, ez a három. De közülük a legnagyobb, a szeretet.